Miklóssy Krisztián, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanítóját ismerhetik meg, aki szeptemberben első osztályban fog tanítani. Köszöntöm nézőnket, Miklóssy Krisztián, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanító bácsiával beszélgetünk. Így furcsa is kimondani, hiszen nem nagyon jellemző, hogy ezt a pályát választják a fiúk 18 éves korukban. Ön miért lett tanító bácsi? Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát a tanulmányait én a mostani Kovács Mihály általános iskola, akkor még Kávin 9 iskolában végeztem, és az ottani nagy, úgymond nagy példaképeim, tanáraim hatására választottam én ezt a pályát. A Sárika néni Katona Mihályné, Sárika néni Halászné Margó néni, a Éva néni, ő volt az osztályfőnököm, és azért választottam ezt a pályát, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és szeretek a gyerekekkel foglalkozni. És amikor végzett, rögtön a Györffybe került? 2000-ben kerültem ide a Györffy István Katolikus Általános Iskolába, Pánti Ildikó néni vett föl engem ide dolgozni, és az ő inspirálására, illetve támogatásával kezdtem itt meg a munkámat. Akkor, amikor ide került, akkor azért még nem nagyon volt jellemző, hogy férfiak is tanítók lesznek. Hogyan fogadták az akkori elsősök? Hát igen, furcsa volt. Igazából én ugye a Békés Csomán végeztem a Körösi Csoma Sándor tanítóképző főiskolán, mint tanító. Már egyelőre ott sem volt túl sok fiú. Hát amikor ide kerültem, igazából szeretettel fogadtak, nem úgy néztek rám, mint egy kuriózumra, így van. És szerintem hamar megszokták. A kollégák is megszokták. Szerencsére van még férfi tanító kollégám, úgyhogy nem én vagyok igazából itt az egyetlen, és a hosszú évek elteltével meg aztán teljesen elfogadtak, így mint férfi tanító bácsit, úgymond. És így elsősökkel kimondottan azt hiszem, hogy 8 vagy 9 éve foglalkozom, tehát nekik is egy kicsit szokatlan volt ez, hogy ilyen picikkel vagyok, de szerintem teljes mértékben elfogadták, és az összhangot megtaláltam velük. Mennyiben nehezebb vagy könnyebb esetleg délutánosnak lenni? Vagy éppen nagyobb a felelősség, hogy segítsen a délelőttös párjának? Tehát egy picit erről beszéljünk. Természetesen nagyon fontos, mivel hogy egész napos oktatás van, nagyon fontos a délelőtti kötelező tanórák mellett a úgymond a délutáni foglalkozás is. Ugye ezeknél a pici gyerekeknél az óvodából az iskolába való átjövetelnél, úgymond, vagy a szokásoknál kialakulásában nagyon fontos szerepet játszik a napközis foglalkozásoknak, illetve a délutáni oktatás, tanulás. Hát ebbe beletartozik nem csak maga a tanulásidő, hanem a szabadidős tevékenység, ugye, ami délelőtt ugye a szüneteken kívül inkább a délutáni foglalkozásokra, a délutáni időre jobban van lehetőség. És ugye, mint tudjuk, ugye az újból átjövő gyerekeknek a játék az a mindenük. Tehát a játékkal lehet itt őket megfogni, a játékkal lehet őket itt késztetni, vagy hogy minél intenzívebben megszokják, minél hamarabb megszokják az iskolai szabályokat, és ezt kihasználva próbálom segíteni a délelőttös kollégákat, ugye arról nem beszélve, hogy délelőtt nem mindenre van idő a 45 perces órákon, és a délutáni foglalkozásokon a gyakorlás nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon fontos a gyerekeknek. Illetve, hogy a szülőket mentesítsük az alól, hogy még otthon ugye csak az a minimális kis gyakorlás marad, ami még esetleg a rákövetkező nap óráira szükséges. Szigorúnak tartja egyébként magát, vagy inkább ilyen engedékenynek? Ám épp az ellenkezőleg engedékeny, néha még túl engedékeny is vagyok, ezt néha meg szoktam azért kapni, de tartom azt a minimális határt, ugye, mint amit egy pedagógusnak azért kell tartani, de azért én úgy gondolom, és azért is szoktak rám úgy felnézni, talán mint egy pótapukák itt a gyerekeknek, ugye pótanyukákból itt elég sok van, pótapukákból kevesebb, és azért szoktak írán felnézni, mint a pótapukájukra. És természetesen nem vagyok szigorú egyáltalán. És hát mindenben benne van, gondolom, minden játékban benne valamit a gyerekekkel közösen végeznek. Így van, minden játékban, mind a mellett, ugye én a készségtárgyokat, tehát alsóba tanítom, testnevelés, rajz, technika, és ugye nagyon szeretnek a gyerekek óvodából hozott kézműveskedés szeretete, illetve maga a mozgás, a sport, ez mind játékos formában, és ezt ugyanígy a napközi és foglalkozásokon is meg lehet valósítani. Mi jelenti önnek a kikapcsolódást?
Hát én nekem a kikapcsolódást, hogyha a gyerekekkel játszhatok, szabadabban lehetünk, nyilván vannak kötelező dolgok, ugye a házi feladat elkészítése, a gyakorlás, stb., de amikor egy kicsit szabadabbak a programok, és több lehetőség van ilyenkor közelebb kerülni egymáshoz, mármint a gyerekek és köztem, lévő kapcsolat erősítésére, ez nekem kikapcsolódást jelent. És hogyha hazamegy, letesz itt az iskában a lantot, akkor mivel foglalkozik legszívesebben? Hát a feleségemmel szoktunk közös programokat szervezni, illetve olvasással szoktam eltölteni az időt általában. Én azt kívánom, hogy akkor szeptembertől is legyenek nagyon jók az elsősök, és nagyon sok tudást tudjon ön is nekik átadni. Köszönöm szépen, és ugyanúgy, ahogy a kolléganőm is mondta, mindig nagy várakozással és izgalommal tölt el bennünket ez az időszak, hiszen ugye a kis óvisoknak a jövetele az mindig egy nagy izgalmat jelent, pláne most ebben a vírushelyzetes időszakban, amikor sajnos nem úgy működött most itt az iskola előkészítő, illetve online formában, tehát ez idáig mindig ugye fizikailag ott voltunk, tehát kontaktusban voltunk velük, tehát ismertük a gyerekeket, megismertük a iskolai készítők folyamán, most pedig sajnos csak ilyen online formában, és ez így dupla izgalmat hoz számunkra.